most tűzifát hordok be, hogy szikkadjon, cserépkályhát fűtöm, meg a házi munkát végzem, takarítgatok, meg stb., mint egy 76 éves. Az egyedülálló Erzsike néni éppen tűzifát visz be a házába. A László tanyán élő idős hölgyet hetente többször is látogatja tanyagondnok. Az idős embereknek mindez sokat számít, a tanyagondnokok ugyanis sokrétű feladatot végeznek. Nem csak ebédet szállítanak ki, hanem segítenek a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, betegszállításban, télen pedig fokozottan figyelnek arra, hogy ne történjen a tanyavilágban kihűléses haláleset. A gyerekek magyarán mondva hetente vagy havonta egyszer-kétszer látogatják meg a szülőket, viszont az időseket nem lehet bevinni a városba sem, mert nagyon sok olyan gyerek van, aki vinné a szülőjét, viszont nem hajlandó beköltözni. Úgyhogy nagy odafigyelést igényelnek. Hát nekem vannak olyan étkezteteim, akik elmondták, hogy végül is azért is járatják az ebédet, hogy naponta legyen, aki rájuk nyitja az ajtót. Úgyhogy ilyen körülmények között élnek az idős emberek. Legutóbb egy demecseri férfi hűlt ki saját lakásában, őt is egy ebédet kiszállító szociális gondozó találta meg a padlón fekve, a helyiségben -1 Celsius fok volt. A nyíregyházi önkormányzat tüzelőfa támogatással, illetve átmeneti segéllyel próbál segíteni a rászorulókon. Évente egyszer ugyanis azok, akik nem tudják fűteni házukat, egy köbméter tűzifát kaphatnak. A Periféria Egyesület pedig már nem csak a hajléktalanokra figyel fokozottan, diszpécser szolgálatukat akkor is hívhatják, ha olyan házat látnak, amely köztudottan lakott, ám nem füstöl a kéménye. A diszpécser szolgálat telefonszáma 42-es körzet 504-618.